Bosznia-Hercegovina gazdasága annyira tönkrement a 30 évvel ezelőtti jugoszláv háborúban, hogy azóta sem tudott talpra állni. Ajda Sedikovics 7 évvel ezelőtt lett édesanya, és elhatározta, hogy segíteni akar a rászoruló családokon. Segélyszervezetében mára már 5-en szervezik a gyűjtéseket, hogy eljuttassák a legszükségesebbeket az ország legeldugottabb régióiba is. A kis Majda éhes. Ő a család harmadik gyermeke. Merisa Ahmetovics és férje Nermin munkanélküliek. Sokszor fogalmuk sincs, hogyan fognak kijönni a hónap végéig. Ezt a lakást egy ismerősüktől kapták. De a pénz még így sem elég, mondja Merisa. Havi mintegy 150 euró állami segélyt kapunk a gyerekek után. Ennyiből nem tudunk megélni, hiszen minden drágább lett. A családnak a három gyermek felneveléséhez ennek csak nem a négyszeresére lenne szüksége. Ajda Sedikovics úton van Ahmetovicsékhoz, Szarajevóból. 3 óra az út hozzájuk a hegyeken át. Ez télen nem egyszerű, de a rászoruló anyák és csecsemők segélyszervezetére nagy szükség van itt az ország szegényebb keleti részén, mondja Ajda. Kevesen vagyunk, de igyekszünk egész Bosznia-Hercegovinát ellátni. Több projektünk is van, express postai úton is küldünk adományokat az ország minden részére. De sokat viszünk házhoz mi magunk is. Szinte minden nap úton vagyunk. Opraduine koga, vagyis tegyél boldoggá valakit. Így hívják a szervezetet, amelyet a 32 éves nő alapított. És Ajda a mottót szó szerint érti. Az Ahmetovics család klasszikus eset. Egy vidéki család a sok közül az országban. Szívesen dolgoznának, de itt nincs munka, sem az állami, sem a magánszektorban. Nyáron idény munkát vállalnak, málnát szednek, vagy a szántóföldeken dolgoznak. A tél viszont kemény időszak, mert akkor egyáltalán nem tudnak pénzt keresni. A nyári megtakarításukból húzzák ki a telet. Ajda maga is édesanya. Kisfia Zeid születésekor saját bőrén tapasztalta meg, hogy mennyi mindenre van szüksége egy babának. Több szegény családot is megismerve döntötte el, hogy segíteni fog. Amikor elindítottuk az első Facebook csoportot, havonta egy babának segítettünk. Mindent ennek az egy babának gyűjtöttünk össze. Pár televízió beszámolt az akciónkról, és hirtelen elkezdtek hívni bennünket a bajba jutott anyák. De sokan mások is, akik meg segíteni akartak. Ma már 5 főállású alkalmazott dolgozik a segélyszervezetben. A gyűjtés gyakran végzik mások helyettük. Most például ez a szarajevói óvoda. A gyerekek sok mindent hoztak otthonról. Örülnek, hogy segíthetnek másoknak. Adni akartam, mert ezeknek a gyerekeknek semmiük sincs, és nem akarom, hogy szomorúak legyenek azért, mert lyukas a ruhájuk, vagy ilyesmi. Tudjuk, hogy Boszniában sok segélyszervezet működik, de ők a csecsemőkre koncentrálnak, hiszen ők a legkiszolgáltatottabbak, de a többi gyerek is. Tavaly ezért vettük fel a kapcsolatot. Az Opraduine koga ma már több mint 250 családnak segít rendszeresen. Az ehhez hasonló magánkezdeményezések nélkül a boszniai gyerekek még rosszabb helyzetben lennének. Bár a jugoszláv háborúnak már 30 éve vége, az országnak azóta sem sikerült talpra állni gazdaságilag.